megvan az új gazdája! Csak aki megvette, annak nem kell. Bedobozolva, atombiztosan beragasztva, ma útra kell a csomag. Ugyanis lezárult a Vatera licit, 109.000 forint lett a nyertes összeg, ennyiért ment el a rendszám, 109.000 forintot tudunk adni a beteg gyermekeknek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett benne, nagyon jó fejek vagytok tényleg. Annyi csak, hogy aki megnyerte, ő nem kéri a rendszámot, neki nem kell. Ezt mindjárt elmagyarázom, hogy van, csak adjuk már fel a dobozt. Figyelj már, miközben itt magyaráztam, észrevettem, hogy fekszik egy csávó a bokorba. Szegény, mit ihatott? Komoly, mi? Elnézést, hogy félbeszakítom a postai szegmenst, de a Győri postától nincs messze a buszvégállomás. Találtam itt egy olyan gyönyörű Icarus 280-as csuklóst, ami olyan, mint az új. Nézd meg, nemhogy rozsda nincs rajta, de gyönyörű fényes a színe, hófehérek a kerekei, még a kipufogó cső is fehér. Hát ez tuti fel van újítva. Nagyon szép. Hát ennek múzeumban lenne a helye. Nem az utcán. Na, mindegy, le a kalappal. Akik nem szeretik a buszokat, attól bocs, vissza a postára. Írjátok a kommenteket közbe, én meg addig itt megyek. Köszönöm. Köszönöm, viszlát. Ez megvolna. A rendszám elindult, úton van a Nila alapítványhoz. És joggal kérdeznéd, hogy miért nem a licit nyerteséhez? Azért, mert Péter, aki egyébként emiatt regisztrálta a Vaterára, és a legmagasabb ajánlatot tette, ő nem a rendszámért licitált, hanem azért, hogy segíthessen. 25 licit érkezett a rendszámra. Kuktácska, neked külön köszönöm. Nagy csatát vívtatok Esentúval. Csak aztán az utolsó másodpercekben jött Péter, és lenyomott mindenkit. Péterrel az aukció zárásának másnapján beszéltünk, és ő elmondta, hogy egyébként is rendszeres támogatója a beteg gyermekek ügyének, és már utalja is az összeget, viszont legyek kedves, a Nila alapítványnak postázom a rendszámot. Adják oda ők egy beteg gyermeknek, akinek örömet tudnak vele okozni. Na, ilyen emberből kéne sokkal több ennek az egész világnak, akinek nem a tárgya fontos, nem az anyagiak a fontosak, hanem az öröm és az élmény, amit okozni tud. Elmondtam már többször és több helyen, hogy amikor elmegyünk, amikor majd itt hagyjuk ezt az egészet, akkor nem a tárgyak, amik megmaradnak utánunk, amik számítanak, mert ezzel is ki tudja, mi lesz, hogyha én már nem leszek, hanem a tetteink. Azok maradnak meg. Az öröm, amiket okoztunk, az élmények, amiket adtunk, akár a bánat is. Úgyhogy én szeretnék így élni. Éljetek ti is így. És ha már örömokozás, mit kap egy, nem is egy, kettő, mit kap kettő középkorú férfi a szülinapjára? Hát bohócot már nem, de... Szóval holnap Sopronba megyünk, és mivel az nem 20 kilométer tőlem, ennek meg egy ideje zörög a jobb hátulja, megint feküdni kell. Amit már régebb óta észrevettem, hogy a jobb oldali kipufogó cső kicsit lejjebb van, mint a bal oldali. Na most, hogy ez összefügg az örgéssel, most kiderült, hogy igen. Egyrészt, amit észrevettem, és hát ez az én hibám is, mert kevésszer fekszem alá, kell vennem egy hátsó dobot, hozom a lámpát, elérte a 80-as évekbeli autók betegsége, rosda van a hátsó dobon. Picit hallottam is, de nem voltam benne biztos, ez itt kicsit kiruhadt, úgyhogy kap egy új hátsó dobot, ez biztos van, vagy 30 dollár is. De amitől a zörgés van, mert nem ettől zörög, az a kipufogó tartó gumibak, ez. Nem tűnik rossznak, ránézésre semmi baja, viszont ki van nyúlva. És nézd.
Na, itt az örgő hang. Ettől van az egész. Mivel ugye amerikai autóról beszélünk, ilyen valószínű, hogy senkinek nem lesz itthon raktáron, tehát rendelni kell az USA-ból, nem az árától félek, mert biztos lesz a 800 forint összesen, hanem az idő, amire megérkezik, úgyhogy addig ki kell találni valami vészmegoldást. Ami mondom is, hogy mi lesz, vannak nekem itt ilyen régi benzincsöveim, és ezekből az egyiket, már amelynek stimmel az átmérő, ez vastag, szerintem ez lesz a jó. Szóval ezeket megpróbálom ráhúzni magára a kipufogóra, a tartó részre, és ezáltal vastagabb lesz, és talán nem zörög annyira. Ó, kicsit megkenem a belsejét, ezt rá tudom húzni. De jó, bár minden ilyen egyszerűen megoldható lenne. Ha oda mértem, körülbelül így a felénél kell elvágni, nagyjából olyan hosszú a cucc. Mondjuk ez lesz a jobbik darab. Egy kis WD-40-et tolunk a belsejébe. Hogy jól csúszson. Hangsúlyozom, csak vészmegoldás. És már mehet is a helyére. Oda néz, hogy csúszik. Aztán... Na, nézd, elnyomtam egészen a végéig. Kellett a kesztyű, mert hát ugye WD-40-re be kellett fújni azt a tartót is, de gyönyörűen szépen rá tudtam nyomni. Úgyhogy ez így már nem fog zörögni. Hát mozogni alig tud, de jó! És szerelős vagy nem, de hasonló sikerekben gazdag, szép hétvégét kívánok mindenkinek!